A minőségi hazai termékek piacra jutásának elősegítése érdekében az előző évekhez hasonlóan a Földművelésügyi Minisztérium 2016-ban is segíteni kívánja a minőségi fűszerpaprika előállítást azáltal, hogy támogatja a termelők minősített fűszerpaprika szaporító anyag vásárlását. 2015. október 20 és április 30 között vásárolt betőmag, szémzáró tetőmag árának a 75%-át igényelhetik vissza. Ugye ez maximalizálva van, tehát kilogramonként legfeljebb 30 ezer forint értékben. És ezzel nekik lényegében majd május 1-től, egészen augusztus 5-ig valamikor a mezőgazdaság és vidékfejlesztési hivatal felé támogatási kérelem formájában megigényelniük. A minisztérium által biztosított összegészében 170 millió forintos támogatás, igénybevételének azonban megvannak a feltételei is, amit mindenkinek be kell tartania. Ez mindenképpen fontos, hogy a fémzáró tetőmag használata mindenképpen jól igazolt legyen. Tehát éppen ezért egyik oldalon szükség van akár ennek a tetőmagnak a címkéjére, vagy a minősítést igazoló bizonyítvány másolatára. Másik oldalon pedig mindenképpen szükség van a számla másolatnak a benyújtására és majd a fűszerpaprika termelő részéről. Ugyanis a 2015 évi tapasztalatok azt mutatják, hogy a nem megfelelő igazolások miatt sokszor a támogatási kérelmek hiánypótlására volt szükség, vagy éppen emiatt teljes egészében meghiúsult a támogatás kifizetése.